Élénkülő lakáspiac. Átlagosan 5-10 millió forint hitelt vesznek fel lakásvásárlásra. Az állami támogatást pedig leginkább a használt lakásvásárlásnál érvényesítik a vevők. Érdemes vigyázni! Az esős nyári időjárás miatt egyre több a gomba a kertekben és a játszótereken, van köztük mérgező is. Elindult a Tourist Police. A nyári hónapokban diákok segítségével dolgoznak a rendőrök, tanácsokat adnak a nyári veszélyek megelőzésére hazai és külföldi látogatóknak egyaránt. Átlagosan 5-10 millió forint hitelt vesznek fel lakásvásárlásra, az állami támogatást pedig leginkább a használt lakásvásárlásnál érvényesítik a vevők, mondják az ingatlan közvetítő irodák. A Kölcsei Televízió íradóját látják, köszöntöm Önöket! Az év elejétől kezdve növekedik az ingatlanpiac. Nyíregyházán jelenleg is 160-200 ezer forintos négyzetméter áron kelnek el az eladó lakások. A kisebb 50-60 négyzetméter alapterületű felújított belvárosi ingatlanok iránt élénk az érdeklődés a megyeszékhelyen. Egyébként évelejéhez képest szinte mindenhol 3-4%-kal is növekedtek az árak. Mindenféleképpen a felújítottabb jellegű ingatlanokat keresik, szigetelt társasházban lehetőleg műanyagnyilázárósakat, ezekre van per pillanat a legnagyobb kereslet a piacon. Még mindig inkább a használt lakás piaca pörög olyannyira, hogy ezek négyzetméter ára az év elejétől néhol átlagosan 6%-kal is növekedtek. Nyíregyházán igazából egy 60-70 négyzetméteres lakás, vagy akár a keresettebb 50 négyzetméter körüli távfős lakások esetében is évelejéhez képest egy 500 ezer forint körüli áremelkedés már biztos, hogy kimondható. A jobb lakásoknál ez akár 6-800 ezer forintot is jelenthet, és ugye ez, ha azt számoljuk, 5-8% körüli áremelkedést jelent piaci viszonylatban. Az árakat leginkább a kereslet fogja befolyásolni, a használt lakások ára a jelenleginél már nemigen emelkedhet tovább, vagy ha igen, akkor csak egy lassúbb ütemű növekedést jósolnak a szakértők. Az új építésű társasházi ingatlanokra sokan lennének vevők, de az új építkezések lassan indulnak el. A csokot is leginkább a használt lakásokra veszik igénybe. Ez valóban így van, főleg a használt lakásoknál tudják igénybe venni a csokot, mivel ott sokkal bővebb a piac, mint a új lakásvásárlásnál, vagy esetleg építésnél. Az olcsóbb építési telkek iránt is a szokásosnál nagyobb volt az érdeklődés az elmúlt hónapokban. A 10 plusz 10 milliós konstrukciót inkább a három gyermekes családok kérték új lakásépítésére. A lakásárak vidéken alacsonyabbak, a megyeszékhely agglomerációjában is, ezért a kisebb településeken már önerő nélkül is lehet lakáshitelhez jutni. Főleg vidéki településeken jellemző, hogy alacsonyabb értékű ingatlanok is vannak forgalomban. Gondolok itt a másféltől felfelé kezdődő értékűekre, és itt egy olyan házaspár, ahol már meglévő gyerekek vannak, vagy akár élettársak is, és legalább az egyikük dolgozik, és rendelkezik a mindenkori minimálbérrel, már szinte önerő nélkül hozzájuthatnak ezekhez a házakhoz. A szakértők szerint az ingatlanpiaci folyamatokat a kereslet kínálat határozza meg a jövőben is, ezért vannak nagy területi különbségek a lakásárakban és a bankok által kihelyezett hitelállományban is. Az esős nyári időjárás miatt egyre több a gomba a kertekben és a játszótereken. Van köztük mérgező is, ezért érdemes vigyázni. A nyíregyházi piacon folyamatosan dolgozik gombaszakértő. Ingyenesen vizsgál, és mindenkinek azt ajánlja, hogy ellenőrzés nélkül ne fogyasszon szabadon szedett gombát. Leginkább dobverőkre hasonlít ez a nagy őzláb gomba. Ebből a fajtából most több van az erdőkben. A gombász azt mondta, hogy az esős idő kedvez a növénynek. Most, hogy esik az eső, most már jönni fog a szekvű gomba, most már az őzláb is kezd, hát kell neki még 3 nap, mire ki fog újulni, hogy már megint beindul, hogy lesz egy kis gomba. Ha így fog esni az eső, mint hogy most esetleg utóbb, meg még megint máma is, akkor legből sok. Mintás a tönkje, hosszú tönkje van. A gomba szakértő is az őzlábat mutatja. A kocsányát fel le lehet mozgatni, onnan könnyen megismerhető.
Ez a másik pedig a csiperke, amit ha késsel megkaparnak és a felület besárgul, akkor nem szabad megenni, mert az mérgező. Ez egy úgynevezett áltrifla gomba, nagyon hasonlít a pöfetekhez, de hogyha szétvágjuk, a belseje ilyen márványozott. Ez a gomba is mérgező, a legnagyobb veszélyt a gyilkos galóca jelenti az emberre. Fehér a lemez, fehér a bocskor, fehér a gallér. A kalapja a zöldes, sárgás, és ez nagyon mérgező. Egy gram elegendő egy embernek az életi tökéletes. Ezért is érdemes minden esetben szakértőnek megmutatni a szabadban szedett gombát. Emberi élet múlhat a gondosságon. Mindenkinek azt tanácsolom, hogy hozzák be. Ingyenes a gombavizsgálat, és reggel 6-tól állunk már rendelkezésükre, egészen 1 óráig. Ez minden napon gombavizsgálat, úgyhogy szívesen várjuk a kuncsaftokat. Ez Nyíregyháza egyik legismertebb játszótere, a Robinson domb. Itt eső után gyakran van párduc gomba, vagy fésűs galamgomba. Mindkettő roppant veszélyes és mérgező, ezért érdemes a szülőknek és a gyerekeknek figyelni arra, hogy ne fogyasszanak semmit vizsgálat nélkül. A mérgező gombák például a tölgyfák mellett nőnek. A gyerekek játék közben leszedhetik ezeket, ezért fontos a szülői figyelem. Nyíregyházán egyébként az utóbbi 1-2 évben gombamérgezés miatt nem vesztette életét senki. Mérgező medgyet loptak Nyírmadán. Egy gyümölcsös tulajdonosa bejelentést tett a rendőrségre, hogy aznap ismeretlen tettesek leszedték és eltulajdonították 30-40 kg medgyét. A gazda néhány napja permetezett, a gyümölcs még emberi fogyasztásra alkalmatlan, az egészségre ártalmas. Aki a környéken tisztázatlan eredetű medgyet fogyasztott, azonnal forduljon orvoshoz. Ha bárkinek információja van a gyümölcslopásról, az érintettek érdekében haladéktalanul hívja a 112-es segélyvonalat, kéri a rendőrség. Elindult a Turist Police szolgálat Nyíregyházán. A nyári hónapokban diákok segítségével dolgoznak a rendőrök. A tanulók főleg a belvárosban és a kedvelt turista helyeken osztanak szórólapokat, valamint tanácsokat adnak a nyári veszélyek megelőzésére hazai és külföldi látogatóknak egyaránt. A kezdeményezést már évekkel ezelőtt elindították a megyeszékhelyen. Múlt héten kezdődött a nyári szünet, a parkolók már is tele vannak Nyíregyháza turista övezeteiben. A város leglátogatottabb részein segítik majd a rendőrök munkáit a Turist Police elnevezésű szolgálatban, ahol a diákok az 50 órás közösségi szolgálatot teljesíthetik. Sok ismerősöm ajánlotta ezt, mert meséltek róla, hogy itt nagyon szerettek itt lenni, és sokan még az egész 50 órájukat itt töltötték le, és tényleg azt mondták, hogy nagyon nagy élmény volt, és az ismerőseim többsége jól beszélő nyelveket, és azt is mesélték, hogy tudták kamatoztatni a nyelvi tanulmányaikat itt. A diákok többek között szórólapokat osztanak, amelyeken jó tanácsokkal látják el a kirándulókat. A turisták elvárásaiban ma már fontos szerepet játszik a biztonság, ez a szempont felértékelődött az elmúlt években, ezért is fontos a Turist Police szerepe. A kezdeményezés már évek óta működik Nyíregyházán. Az idei évben 16 olyan középiskolával kötöttünk együttműködési megállapodást, akik diákokat közvetítenek hozzánk, ezt a kötelező közösségi szolgálatot, ami az érettség előtt nekik le kell tudni, gyakorlatilag igénybe vesszük, ezáltal segítünk az iskoláknak is, és segítünk a diákoknak is, ők pedig nekünk gyakorlatilag a nyelvtudásukkal és a szóróanyag, bűnmegelőzési anyag úgymond terítésében a frekventált területeken. Hétfőtől péntekig bűnmegelőzési rendőrök mellett járőröznek majd a diákok, egy tanuló naponta 3 órát dolgozik. Az elmúlt évekhez hasonlóan idén is 50-60 diák részvételére számít a rendőrség. Már több mint 15 ezer aláírást gyűjtött össze a Magyar Szocialista Párt Szabolcs-Szatmár-Bereg megyében annak érdekében, hogy népszavazáson dönthessenek az állampolgárok az állami földek eladásának megszüntetéséről, közölte a párt frakcióvezetője nyíregyházi sajtótájékoztatóján. Tóbiás József arról is beszélt, szakmák ürülnek ki Magyarországon az alacsony fizetések miatt. Hiába jelentettek be a jövő évi költségvetésben több szférát érintő béremelést, a párt szerint ettől többre van szükség.
Az elmúlt 5 évben az történt, hogy a kormány cserben hagyott 4 millió embert, akik létválságban vannak. Az emberek hittek abban, hogy tisztességes munkáért tisztességes fizetést fognak kapni, ha dolgoznak. Ma dolgoznak, és ugyanúgy létválságban vannak. Nem tudják kifizetni a számláikat, nem tudják eldönteni, hogy a gyermekeikre költsék, vagy a számlákat fizessék be. A fizetésemelés az ott kezdődik, hogy a közszférában átlagosan 50% fizetésemelésre van szükség, a reálszférában pedig a minimálbérnek nettó 100 ezer forintnak kell lennie. 4 új értékkel összesen 60-ra bővült a Hungarikumok gyűjteménye. Arról, hogy melyek ezek, hamarosan szólunk, előtte nézzük a híradó további témáit. Nemzetközi versennyel és számos egzotikus kórussal várja a látogatókat a 11. Cantemus Nemzetközi Kórus Fesztivál. Az augusztusi programok kezdetét a megyenapra időzítették, a finálét pedig a megújult Buszacsai épületében tartják augusztus 21-én. A középmezőnyben a 7. helyen zárta a bajnokságot a megyei első osztályban a Baktalóránházi futballcsapat. Illés László együttese a gyengébben sikerült ősz után tavasszal a 2. legtöbb pontot szerezte a mezőnyben. Négy új értékkel összesen 60-ra bővült a Hungarikumok gyűjteménye, ilyen például a cimbalom és a piros arany. A bizottság a legutóbbi ülését Kisvárdán tartotta, ahol döntöttek az új tételek sorsáról. Nem csak ez a lista, a magyar értéktár is további elemekkel bővült. A Szabolcs-Szatmár-Bereg megyei értéktár jelenleg 35 elemből áll, javaslatok azonban folyamatosan érkeznek a bizottsághoz. Ülésezett a Hungarikum Bizottság, legutóbb Kisvárdán. Itt döntöttek az előterjesztett hungarikumok sorsáról, végül a törlei pezsgő, a cimbalom, a piros arany és az erős pista, valamint a kaptárkövek és bükkaljai kőkultúra került fel a listára, ami így már összesen 60 tételből áll. A gyűjtés célja, hogy a magyarság csúcs teljesítményeit megbecsüljék, kiemeljék és védelemben részesítsék, közölte a bizottság elnöke. Nem csak a hungarikumok listája, a magyar értéktár is bővült. A magyar értéktárba jó néhány tétel került, a tiszai halászi, amit már említettem, az egri bikavér, a magyar pásztor és vadászkutya fajták, ez tényleg csak a miénk, senkinek nincsenek ilyen értékes haszonállatai, a mihakópéle ortobágyi pásztorkalap, amit a csikósok, gulyások viseletéből mindenki ismer, a mirelit termékeket vagy a tiszavirágzást sem kell bemutatnom, mind a kettő értéktárba költ, és az országos kék túra, amely érinti az alföldi területeket is szintén egy sajátunk, a magyarságnak egy rendkívüli értéke, amelyben közel 100 év természetjárása, természetjáró munkája összpontosul. És a sor végére tettem a dobostól, tehát azt hiszem, azt senkinek sem kell bemutatnom. Ezzel a döntéssel összesen 143 tételesre bővült az értéktár. A magyar értékpiramis egyik része a megyei értéktár. Szabolcs-Szatmár-Bereg megyében ebben már 35 tétel szerepel. A bizottság itt is egyéni javaslatok alapján dönt a listáról. Hál' Istennek folyamatosan jönnek a javaslatok. A legutóbbi értéktár bizottság ülésen például bekerült Kozma Pálnak az életműve, Farkas Bertalan életműve, Pete Ferenc életműve, a főispán és alispáni sírok, illetve például a tiszavasvári fehérszik, amelyekre nagyon büszkék vagyunk. És amellett, hogy bővül az értéktár, most egy új lehetőség is nyílik a megyei érték gyűjtő mozgalom tagjai előtt, hiszen megjelent a Hungarikum pályázat, amelynek 3 célterületére lehet pályázni. Új értéktár létrehozására, a meglévő mozgalom bővítésére, illetve az értéktárhoz kapcsolódó megyei vetélkedő kialakítására szól a felhívás. Utóbbira a Szabolcs-Szatmár-Bereg megyei önkormányzat is pályázott. Nemzetközi versennyel és számos egzotikus kórussal várja a látogatókat a 11. Cantemus Nemzetközi Kórus Fesztivál. Az augusztusi programok kezdetét a megyenapra időzítették, a finálét pedig a megújult Buszacsa épületében tartják augusztus 21-én. A megye 8 településén több mint 800 énekessel tartanak majd hangversenyeket a Cantemus Nemzetközi Kórus Fesztiválon augusztusban. A rendezvénysorozat különlegessége lesz, hogy egy nemzetközi zsűri értékeli majd a fellépő csapatokat, így a hazai kórusok is összehasonlíthatják magukat a külföldi versenyzőkkel. 19 kórus vesz részt eden, közülük 5-en külföldről érkeznek, Japánból, Dél-Koreából,
Tájvánból, Finnországból és Törökországból, és érdekes módon Magyarországról is sokfelől jönnek énekkarok, Debrecenből, Ajkáról, Gyöngyösről, Egerből, Szolnokról és Budapestről két énekkar. A geopolitikai és migrációs helyzet miatt azonban a kínai kórusok visszamondták a fellépésüket. A helyi politikai vezetés nem tartja biztonságosnak sem Magyarországot, sem azokat a nemzetközi repülőtereket, amelyeket a fellépő zenészeknek érinteniük kellene ahhoz, hogy Nyíregyházára jussanak. Nem sokkal ezelőtt, körülbelül egy hónappal ezelőtt érkezett egy lemondó írat, amely hivatkozott arra, hogy Magyarországon a migráció miatt nem biztonságosnak ítélik az utazást, és ezért ebbe a esztendőbe a kínai énekkarokat a felsőbb hatóságok nem engedik el Kínából. Mindezek ellenére jó hangulatú, tartalmas rendezvényekre számíthatnak a zenebarátok. A kórusfesztivál fináléjaként a záró napon például több ezren énekelnek majd együtt egy részletet az István a Király rockoperából. A középmezőnyben a hetedik helyen zárta a bajnokságot a megyei első osztályban a Bakta Lórendházi futballcsapat. Illés László együttese a gyengébben sikerült ősz után tavasszal a második legtöbb pontot szerezte a mezőnyben. A 2014-2015-ös bajnokságban szerzett bronzérem után gyengén kezdte a legutóbbi szezont a Bakta Lórendháza, három vereséget követően a negyedik fordulóban szerezte meg első pontját az Illés László játékos edző által irányított együttes. Az ősz derekán egy 5-0-ás és egy 6-3-as győzelemmel vett lendületet a Bakta, de a téli szünetet 13 ponttal, így is csak a 12. helyen töltötték Maricsék. A tavasz már lényegesen jobban sikerült, az újabb 29 ponttal a 7. helyig kapaszkodott fel a csapat. A 12 győzelem, 6 döntetlen és 10 vereség 69 lőtt és 45 kapott góllal párosult. Tavasszal nagy ecset után mi szereztük a legtöbb pontot, az összbajnokságban mi lőttük a második legtöbb gólt, úgyhogy a szezon közben kiszállt Tiszalöknek nem tudtunk játszani tavasszal, valamint Maricz Gábor örvendes, hogy már több alkalommal idén is természetesen 32 góllal gólkirály lett, ő nagy büszkeség a városnak, valamint nagyon-nagyon örülünk, hogy hosszú idő után a Stekler Attila vezetésével a U19-ünk, az ifi csapatunk a második helyen végzett a nagy ecset mögött. A Bakta Lórendházi csapatot az elmúlt években az állandóság jellemezte, a holt szezonban nem volt jelentős játékos mozgás. Ezúttal sincs ez másként. Mindenkivel úgy váltunk most el a pihenőre, hogy mindenki marad. Egyedül Geda Gábornak kell sajnos befejezni a labdarúgást, hisz Gyulaházán elszakadt a keresztszalagja. Amikor kikaptunk 3-1-re, mindenki marad, sajnos igazolni nem nagyon fogunk tudni, szeretnék 2-3 olyan srácot hozni, de nem nagyon körvonalazódik, és azt gondolom, hogy észszerűtlen és eszméletlen anyagi költségekben nem fogok beleugrani. Van az ifjúsági csapatunkban 4-5 ember, aki már 2 éve edz a felnőttel, és ha baj van, majd ők fognak tudni segíteni. A felkészülést július 4-én kezdi el a csapat. A Bakta Lórendháza VS-e 1916-ban alakult, így ezen a nyáron ünnepli 100. születésnapját az egyesület. A centenáriumi rendezvény július 15-én egy közönség találkozóval kezdődik, amelynek az 1986-os mexikói világbajnokságon szereplő Nagy Antal, Kardos József és Sallai Sándor lesz a vendége. Másnap délután a helyi öregfiúk Ferencváros elleni mérkőzése zárja a programot. 221 cm-rel idei legjobbjával nyerte a magasugrást Bakosi Péter a Budapest Open elnevezésű nemzetközi atlétikai versenyen. A nyíregyházi indulók közül az olimpiára készülő Helebrant Máté a 10 kilométeres gyaloglásban, Kerekes Dóra pedig diszkoszvetésben végzett az élen, az Európa-bajnoki résztvevő Szikszai Róbert pedig ugyanebben a számban második lett a férfiak mezőnyében. 3 arannyal és egy ezüstéremmel tértek haza a nyíregyházi felnőtt atléták a Budapest Open elnevezésű viadalról, amely Sülek Ágoston emlékverseny is volt egyben. A férfiak 10 kilométeres gyalogló számában a Rióra készülő Helebrant Máté magabiztosan 39 perc 56 másodperces új országos csúccsal szerezte meg a győzelmet. A női diszkoszvetésben Kerekes Dóra 52 méter 17 cm-es eredménye lett első, míg a férfiaknál az Európa-bajnoki szintet már korábban megdobó Szikszai Róbert
61-48 a második lett az olimpiai ezüstérmes Kővágó Zoltán mögött. Férfi magasugrásban Bakosi Péter idei legjobbjával 221 cm-re nyerte meg a versenyt. A 226 cm-es Európa-bajnoki szintre hajtó versenyző az elmúlt hetekben Achilles-ín sérüléssel bajlódott. A Budapest Operára úgy mentem fel, hogy összeszedtem minden erőmet, és csak arra koncentráltam, hogy meg tudjam csinálni a mozgást. Hát ez végül is sikerült, nem sokkal múlott az egyéni csúcsa. Az edző édesapa Bakosi Béla szerint erősebb ellenfelekkel szemben versenyezve meg lehetett volna 224 cm is. Péter szerdán Németországba utazik, ahol pénteken Bülben áll rajthoz egy rangos magasugró gálán. Sajnos Magyarországon nincs ellenfele, most is 211 centinél már mindenki befejezte a versenyt, Péter igazából akkor kezdett el ugrani, tehát egyedül nagyon nehéz olyan helyzetbe kerülni, amivel nagyot lehet ugrani. Ez a németországi verseny egy nagyon nagy verseny, igazából ez egy magasugró gála. Külföldiek, a teljes német élvonal, 230 fölötti ugrók, tehát itt azért igazából nem Péternek nincs vesztenivalója. Nagyon szépen ugorhat a nagyok között, remélem, hogy jól fog tudni küzdeni, és igazából egyéni csúccsal térünk haza. Bár az Európa-bajnoki szint 226 cm, a Magyar Szövetség 224 cm-rel is nevezheti a kontinens viadalra a magyar versenyzőt, ugyanis eddig mindössze 11-en ugratták meg a kvalifikációhoz szükséges magasságot. Híradónk végén nézzük a legfontosabb híreket még egyszer röviden. Átlagosan 5-10 millió forint hitelt vesznek fel lakásvásárlásra, az állami támogatást pedig leginkább a használt lakásvásárlásnál érvényesítik a vevők, mondják az ingatlan közvetítő irodák. Az év elejétől kezdve növekedik az ingatlan piac. Nyíregyházán jelenleg is 160-200 ezer forintos négyzetméter áron kelnek el az eladó lakások. Év elejéhez képest szinte mindenhol 3-4%-kal is növekedtek az árak. Az esős nyári időjárás miatt egyre több a gomba a kertekben és a játszótereken. Van köztük mérgező is, ezért érdemes vigyázni. A nyíregyházi piacon folyamatosan dolgozik gombaszakértő. Ingyenesen vizsgál és mindenkinek azt ajánlja, hogy ellenőrzés nélkül ne fogyasszon szabadon szedett gombát. Elindult a Turist Police szolgálat Nyíregyházán. A nyári hónapokban diákok segítségével dolgoznak a rendőrök, a tanulók pedig a belvárosban és a kedvelt turista helyeken osztanak szórólapokat, valamint tanácsokat adnak a nyári veszélyek megelőzésére hazai és külföldi látogatóknak egyaránt. A Kölcsei Televízió iradóját látták június 20-án hétfőn. Friss hírekkel keddeste is várjuk majd Önöket, műsorainkért és további hírekért pedig böngészszék honlapunkat. Én köszönöm szépen a megtisztelő figyelmüket, viszontlátásra! Holnap változóan felhős időre számíthatunk, elszórtan záporokkal. A Kárpát-medence fölé az előző időszakhoz képest már kevésbé nedves levegő érkezik, ezért egyre kevesebb helyen eshet. Éjjel gyakran lesz erősen felhős az ég, és zápor, zivatar is várható. Néhol heves zivatar is előfordulhat felhőszakadással, jégesővel. Mérsékelt, változó irányú szél lesz a jellemző, de a zivatarok környezetében átmenetileg erős vagy viharos széllökések is lehetnek. Reggelre általában 17 fokig csökken a hőmérséklet. Holnap napközben változóan felhős idő várható több órás napsütéssel, eleinte zápor, zivatar is előfordulhat. A változó irányú szél gyenge vagy mérsékelt marad, de a zivatarok környezetében átmenetileg erős, illetve viharos széllökések is lehetnek. Délutánra 28 fokig emelkedik a hőmérséklet, fronthatás nincsen térségünkben. A következő napokban a gomoly felhők mellett általában több órás napsütésre van kilátás. Csupán elszórtan fordulhat elő zápor vagy zivatar. Kissé enyhébbek lesznek az éjszakák és erősödik a nappali felmelegedés. A maximum hőmérséklet eléri majd a 33-34 fokot.